Trixi, van nálad gyógyszer? Aha, nálam mindig van. Szét megy a fejem. Tessék. Várjál, nézd. Mit csinálsz? Engedd el, nyugi, engedd el. Bálunka? Nem. Tartsd, légy szíves. Add vissza. Felbonthatom. Nem. Légy szíves. Te tudod, csak nem. Jó lesz. Ki fogod magad ütni? Nem. Ez egy erős gyógyszer. Nem, nyugi már, nem lesz semmi baj. Na. Na jó, én szóltam. Szia Máté, mi a baj? Nem érzed jól magad? Csókolom talán, nem azzal van a baj, nem érzem jól magam, csak én merében másképp gondolkodom, mint a többiek. De mi, ezt kifejtenéd? Engem nem hozlász be egy ilyen buli, talán. Most is a teniszbajnokságon, ami hétvégén, ez azon jár az eszem, meg az érettségén. De most ne ezekre összpontosíts, most érezd jól magad, itt vannak a többiek, bulizd velük. Persze, nyilván, én a kilovattot is nagyon imádom, szeretem őket. Csak cikáznak bennem mindenféle gondolatok a meccsel kapcsolatosan. De engedd el magad, menj táncolni, érezd jól magad. Ez nem arról szól ez a nap. Tetőn állok, zúgnapra villálok, megyek innen, amilyen messzire látok. Hívva harci szellem, csatába kell mennem. Te vagy a lányom, tiltatva kell a lelkem. Szállok hozzá dárván a szeleknek szárnyán. Küzdök értem, mert a vigyáz a sátány. Kincsként kezel, tőlem rabolt el. Ezért ő csak kis halált Peti, jó, hogy látlak. Nem tudod, merre van Barbie meg Trixi? Nagyon fontos lenne. Nem látom őket, de tudom, mit láttam. Pillangókat a gyóra. Ne viccelj már, Peti, ez most nem vicces. Ez egy nagyon fontos dolog, és nem tudom, merre vannak. Mondd már meg, láttad legalább őket? Nem tudom, ki az. Ezt nem hiszem el. Ti mit csináltok? Mit képzelsz magadról? Hogy teheted ezt a legjobb barátnőddel? Adjál már békén! Belegondoltál, hogy ennek milyen következményei lesznek? Én nem mondom el, az tuti. De hogy nektek el kell mondanotok, az is biztos. Ugyan már. Nem történt semmi. Vagy esetleg be tudod bizonyítani az ellenkezőjét? Ha nagyon akarom, akkor igen. Ugyan már, de hogy tudod. Hagyd már, Marci, nem hülyes. Dehogy nem, hát nézd már rá! Azért remélem, hogy rajtad kívül tényleg senki sem látta.
Ezt most komolyan gondoltad? Igen, komolyan. Mennyire szánalmasak vagytok, Jézusom! Tanárnő, tudja, kérem. Segítség! Valaki segítség! Gábor, mi történt? Kérem, egy 16 éves lány felvágta az erejét. Kérem, nagyon siessenek! Máté, de jöjj meg, tátok! Borzó dolog történt Barbival. Isten, mondjad már, mi történt? Felvágta az erejét a mosdóban, minden tiszta vér. Ne viccelj már! Szörnyű látvány. De miért tenne ilyet Barbi? Hát ki tudja, mi van, megölte magát. De ne beszélj már hősért, lehet, hogy a... Hogy a Trix is fogadás miatt, nem? Nem tudom, nem csinálta volna ezt. De lehet, hogy ő nem is tudott erről. Lotti, Lotti, hallottad, mi történt? Istenem, csak éljed túl. Jaj, ne ideges is, már mondd már, mi történt. Hát Barbie, ott feküdt, a mosdóba, vérbe fagyva. Miről beszélsz? Öngyilkos akart lenni Marci miatt. Ez most komoly? Marci, Gábor és Máté fogadást kötöttek, hogy Marci nem meri megcsókolni Trixit. De ő erre rácáfolt, és szerintem Barbie látta ezt. Jaj, hát eddig is tudtuk, hogy Barbie nem egy észlény, hát ha most ezt tette magával, akkor meg is érdemli. Hát ezt nem hiszem el, hogy itt csak én vagyok igazi barátja Barbie-nak. Remélem azért nem lesz komolyabb baja. Te megyei kórházba, a traumatológiára kell veszünk most sajnos. Most én mit mondok a szüleinek? Mi lesz vele? Hát reméljük, hogy felépül. Rendbe fog jönni, igen. És értesítjük a szüleit? Majd hát érdemes, majd azt a tanárnő fog értesíteni. Nyugodj meg, értesítem a szüleit, nem lesz semmi baj. És mennyire súlyos az állapota? Hát túl fog élni azért, de elég sok vérteszte. Nyugi, haver, nem a te hibád. Tudom. Nyugodj meg. Pillanat, nem mehetnék vele? Egy embert el tudunk vinni, úgyhogy akkor oldalról kéne beszállni majd, jó? Rendben. Nem lesz semmi baj, menjünk. Jó.
Nem lesz semmi baja. Reméljük. Tudom. Legyen más a világ, békés szép.